Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Ebben a sorozatban igyekezni fogok bemutatni Jordan Peterson 12 szabály az élethez című könyvét. Tervem az, hogy szabályról szabályra fogok haladni, és röviden prezentálom, hogy mi az ő álláspontja, illetve mik az én gondolataim ezzel kapcsolatban. Mint általában a legjobban akkor jár mindenki, hogyha elolvassa a könyved, hiszen akkor tudja megismerni a gondolatokat, az elképzeléseket, az abban vázolt koncepciókat legtökéletesebben. Azonban, ha valakinek nincs ez kedve vagy ideje, akkor remélem, hogy ez segítségére lesz. Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobubble, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok azt, köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Halleluja! Az első szabály ebben a könyvben az állj egyenesen és húzd ki magad. Lévén, hogy a könyv alcíme Így kerüld el a káoszt, feltételezem, hogy sokan megkérdőjelezik ennek az első szabálynak a fontosságát, vagy ha nem is kérdőjelezik meg, de legalábbis nem értik. Ha egy személyes történetet elmondhatok, akkor még személyedző pályafutásom során én az emberek testtartására fókuszáltam, leginkább ez volt az, amire én specializálódtam. London központjában ez egy elég nagy probléma volt, mindenki rohant, állandóan ült, dolgozott, nem nagyon volt ideje foglalkozni a testtartással, és nem is értette, én úgy gondolom, ennek a fontosságát. Elcsépett lenne azt állítani, hogy minden az alapoknál kezdődik, ettől függetlenül akármennyire is klisé ez a kijelentés, ez nem változtat a tényen, hogy az alapok a legfontosabbak. Nem lehet egy alapra építeni, ami nem kellőképpen szilárd. Ez a gondolat megjelenik egyébként az írásokban is, maga Jahusa HaMashiach mondja. Valaki azért hallja én tőlem a beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára építetett. Az ember esetében ez a kőszikla kétségtelenül a helyes testtartás, hogyha a fizikális emberre gondolunk. Peterson elmagyarázza az első szabállyal kapcsolatban, hogy ez a helyes testtartás nem csupán arra van kihatással, hogy az embernek a teste maga, a fizikális megjelenése hogyan néz ki, illetve hogyan funkcionál, mennyi ideig tartja meg magát, mennyi ideig tud egészséges maradni, de ennek van egy belső kivetülése is. Amennyiben megértjük, hogy az ember az testi, lelki lény, akkor igen könnyű ezt az egészet feldolgozni és felfogni. Lelki állapotunk hatással van a testtartásunkra, és a testtartás hatással van lelki állapotunkra. Hamarosan vissza fogok erre térni, nyilván a fejezet kapcsán, azonban elkezdem ott, ahol ő is elkezdte, az pedig bemutatja különböző állatok szerveződése kapcsán, hogy ami az emberi társadalomban tapasztalható, ez a hierarchikus rendszer, ez nem valami szükséges, rossz, vagy valami elkerülhetetlen, hanem egészen eszenciális ahhoz, hogy fennmaradjon az élet a Földön, hiszen a legprimitívebb lényektől kezdve, amik ez esetben rákok, a komplexebbek, mint a madarak, és akár az ember is így szervezik életüket, és ez a rendszer az, ami biztosítja fennmaradásukat hosszú távon. Érdekes módon Jordan Peterson felhívja figyelmünket egy újabb jelenségre, amit kapcsolatba hozhatunk az írásokkal, az pedig az, hogy az, akinek van adatik, az, akinek pedig nincs, attól még az is elvetetik tőle. Az a kevés, ami van neki. Ezt olvashatjuk Lukács 8-as fejezet 18-as versben. Pontosan úgy, ahogy az írásokban jelenik meg ez a gondolat Jordan Peterson könyvében is. Az az ember, aki magabiztosabb, sikeresebb, az egyre inkább nem csak a szerotonin termelésnek vagy a fiziológiás reakciónak köszönhetően, hanem az ezáltal inspirált viselkedésnek köszönhetően is egyre sikeresebb lesz és egyre többet fog elérni. Míg a másik oldalon az oktopamin termelő szervezet, az, aki kudarcot kudarcra halmoz, az, aki nem képes elérni ezeket a sikereket, nem elég magabiztos, az pedig lefele kerül ezen a társadalmi hierarchián, ezen a ranglétrán.
Majd, hogy nem egy ördögi körbe keveredik bele az ember. Minél sikertelenebb, annál lejjebb kerül, annál inkább káros fiziológiás reakciókat fog eredményezni ez a szervezetében. A másik oldalon pedig egy pozitív kör indul el. A siker sikerre halmoz, még úgy is mondjuk ezt. A helyes testtartás szerepe ebben az esetben, illetve ezekben az esetekben szintén megnövekszik, hiszen azt kell, hogy mondjam bizonyos esetekben, hogy nem, én nem vagyok hajlandó részt venni ebben semmiképp. De az embernek úgy kell ott állni, hogy magabiztos legyen, elsősorban önmagában higgyen, hogy képes lesz kivitelezni azt, amit elhatározott. De nem csak képes lesz kivitelezni azt, hanem hajlandó elmenni a végsőkig azért, azt a döntést, amit ő meghozott, ne tudja megváltoztatni senki más. Semmiféle külső erővel. A gyereket úgy kellene nevelni, hogy a lehető legtöbb nehézséggel és küzdelemmel szembe kelljen nézni minél fiatalabb korában azért, hogy amikor felnő majd, akkor kellőképpen reziliens legyen ezekkel szemben. Mivel az életben nem nagyon lesz kegyelem meg bocsánat, de erre fel lehetne készülni gyermekkorban, csak sajnos a társadalom másik irányba indult el. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahoo.hu weboldalainkon ez elérhető. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!